Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek. Gazda szerintem most vág erre Igen. Aztán bár, pedig saját Már Mi is mosolyogtunk, na. Tehát. Igen, igen. Nagyon ismertek bennünket. Ezután a szám után azonnal kérem a zenei szerkesztőt likvidálni. Na jó, ezt a számot még megpróbálom feldolgozni. Vagy ez kedvér kedvéért ment? Én kimondottam, a következővel kompenzálunk. Arra most nagyon kíváncsi vagyok, hogy Maci kolléga mennyire élvezte az előző Andalito Outcast feldolgozást. Tessék, itt egy lassított szem, ami feldolgozása egy gyors pörgős számnak. DJ Carpenter lassítja mesterségesen a medvét. Isten bizony nem szivatás volt, tényleg. Ezt dob, dobta a gép. Én csak mosolyogtam magam, amikor megláttam, illetve meghallottam, úgyhogy Gépe, de, igen, de, de ezt tényleg jó lett volna videóra venni, itt maci kollega reakcióját. Elképesztő, tehát egy komolyan, tehát így... a következő Szeretnék az... egy mély interjút készíteni egy olyan emberrel, hogyha tudtak ilyet, aki így feldolgozásokat készít, és így, és így mondjuk ezt így belassítja. Yeah, mert nagyon tehát sok nem. Hogy... Szerintem nagyon sok jó feldolgozás abszolút, van, Abszolút, vannak lassag, olyan számok, lassabb, amelyeknek is, és... a feldolgozása Na. jobb, mint az eredeti. Van ilyen de abszolút. is? Abszolút. De... de ez megint ízlések és pofonok mindenkinek már. Igen, ez, ez kifejezetten érdekes volt, és hát rémelt a ma reggeli kifakadásodra. Na gyorsan mondjuk el a két fontos KKV hírt, aztán tudunk haladni tovább. Ismer, de ebbe a rovatba azért fontos a önkormányzatoknak nagy ráfázás, a KKV-knak meg jó hír, hogy jövőre is fele iparüzési adót kell fizetni. Meghosszabbítják 2022-re is ezt a szabályt, amely megtiltja, hogy az önkormányzatok emeljék a helyi adók szintjét, és hogy egyéb új, új adókat vedhessenek ki. Ez a múlt hét második felében jelent meg a magyar közlönyben. Ez az egyik. A másik pedig ez kívásoknak vagy kíván gondolkodóknak lehet egy érdekes. Illetve fontos információ, hogy csináltak egy kiva kalkulátort, már mint a pénzügyminisztérium jelentette ezt be. Jövőre még kedvezőbbé válik az adó, a adó mértéke 10 ra csökken, és ezt promózzák a PM adóügyi államtitkára szerint 68 ezer kivás cég van jelenleg Magyarországon, és arra számítanak, hogy ez tovább nőhet és azért is csinálták ezt a kiva kalkulátort, hogy kiszámíthassák vele, hogy mennyi köztárlát tudnak így megtakarítani ezzel az egyszerű adózási móddal, úgyhogy ha valaki éppen a határon mozog, vagy gondolkodik, annak ezt érdemes használni. Na jó, akkor következik a igazi rock, rocktal, de csak a játék után. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. Az is egy tendencia, hogy a játék kérdésekre tesztelik e, francia, angol, német és mindenféle nyelvtudásomat. E, bizonyára rájöttek a hirdetők arra, hogy ez plusz derültség faktort és ezáltal nagyobb figyelmet okoz. Most is egy ilyen kísérlet e, következik. A helyes megfejtés beküldtök között ma kisorsolunk egy két fő részére szóló borsuli ajándékjegyet a Hello Prosecco témában. Az ünnepekre is boros élményeket nyújtó bortársaság jó voltából. Mai kérdésünk Melyik a legszárazabb pesgő az alábbiak közül? Dry, Brut Nature vagy Brut? A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!